Sziasztok, Sas Dani vagyok, az Együtt Egy Asztalnál videobloggere. Most az egyik kedvenc grill előételemet fogom nektek megmutatni, ami nem más, mint a diós fehérboros camembert egy kis grillezett almával. Isteni finom, nagyon gyorsan elkészíthető, és biztos vagyok benne, hogy mindenkit le fogok tudni nyűgözni vele. A camembert sajtot én nyersen önmagában is nagyon szeretem, de egy kis fehérborral, egy kis fokhagymával és dióval szerintem még inkább tökéletessé lehet tenni. Ha ezt a grillrácson tudjuk megsütni, akkor meg szerintem egyenesen mennyei ételt tudunk előidézni. Nagyon egyszerű a dolgunk, hiszen egy alufóliára helyezem magát ezt a sajtot, ebből kettőt már ráraktam a grillrácsra. Körülbelül két embernek elegendő egy ilyen kis sajt. Apró lyukakat vágunk a tetején. Két dolog miatt fontos, hogy megszurkáljuk a tetejét. Egyik az az, hogy fokhagyma darabokat fogok tűzdelni bele, a másik pedig az az, hogy a fehérbor, amivel meglocsolom majd, az szépen bele tudjon ivódni a sajt közepébe, és egy ilyen nagyon krémes, sajtos állagot tudjak előidézni. Egy ilyen camembert sajtba nagyjából két nagyobb gerezd fokhagyma kerül majd. Ezeket tetszőleges méretűre vágom, de az nagyon fontos, hogy bele tudjam majd tűzdelni a sajtba. Tehát ne legyenek túl nagy darabok. És nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen az előre kivájt kis lyukakba egyszerűen beletömködjük ezeket a kis 8-at gereszt fokhagymákat. Most összetörök egy kevés diót konyharó segítségével, és nyugodtan egy fakanállal, határozott mozdulatokkal, nincs szükségünk most mozsára, semmi egyébre. Nem szeretnénk, hogy ilyen nagyon pépes legyen, nagyon apró szemű. És ezzel is megszórjuk. Ha ez megvan, egy kicsit felhajtjuk az alufóliának az oldalát, hogy a bor majd ne folyjon ki belőle, és öntünk rá egy keveset. És most jól alaposan becsomagolom. Ha ez megvan, akkor mehet a többi után a grillre. Szerintem ehhez a sajthoz a dió mellett az alma az, ami még nagyon jól passzol, ezért ezt az előételt én most ezzel fogom még teljesebbé tenni. Nincs jelentősége igazából, hogy milyen almát használunk. Én most vegyesen használom, lehet savanykásabb, édesebb, citromlével jó alaposan meglocsolom. Kerül rá méz. Bármilyen meglepő, én nagyon kicsi sót teszek még rá. A méztől már most olyan illata van, hogy elkezdett karamellizálódni, mintha egy ilyen isteni nagy vattacukrot szagolgatnánk. Nagyon jó lesz hozzá ez is. Pirítok még egy kis bagettet is, hogy lehessen mire majd rákenni azt az isteni finom olvadt camembert sajtot. Nagyon ígéretes az a látvány, amikor egy ilyen grill lap annyira tere van, hogy szinte már mozdulni sem lehet, és nem lehet még több dolgot rápakolni, viszont szerintem ennyi elég is lesz ennek az 5-6 főnek velem együtt. Az almát gyorsan megforgatom, és lassan el is készültünk ezzel az isteni finom előétellel. A baguette szépen meg is pirult, ezt már leveszem, nem szeretném, hogy nagyon kiszáradjon, kapott egy kis színt. Már egy 8-10 perce van a camembert sajt a grill lapon, megnézem, hogy hogy áll. Fú, nagyon szépen megolvadt, egy kicsit így nyitottan hagyom még, hogy elpárologjon belőle a bor. Időközben a mézzel karamellizált alma el is készült, ezt már le is vehetjük. És hogyha a fehérbor nagy része elpárolgott már, akkor biztos, hogy kellően puha, lágy és krémes a sajt középen is. Ahogy látom, ez teljesült, ezt is befejezhetjük, és végre tálalhatunk. A
diós, fehérboros, kamambert, karamellizált almával, nincs is ettől tökéletesebb kombináció. Ilyen egy férfi a konyhában.